Rúgják a bört a gyermekek a Bregyóban, 6 héten át élvezhetik a napközis tábor programjait a sportcentrum területén. A táborra több száz fehérvári általános iskolás jelentkezett. A velencei megrendezett gyermek- és ifjúsági tábor is nagy siker, ott már minden turnus betelt. Idén azonban a sport mellett a népi kultúra is helyet kap. A 11 éves Berregi Balázs ezt egyáltalán nem bánja. Testvérével minden nyáron táboroznak, mint mondja, a legfontosabb, hogy mozgalmas legyen a kikapcsolódás. Pihenni szeretné, sportolni szeretné, meg jól érezni magunk. Jól érezni akarom magamat. A napközis tábor alatt a Vörösmarty Általános Iskolában a hagyományőrzésben elkötelezett pedagógusok és ismert fehérvári művészek tartanak foglalkozásokat. Fontos célkitűzésünk volt az, hogy a népi kultúrát megismertessük a gyerekekkel minél szélesebb körben, és hál' az égnek olyan pedagógusokat sikerült megnyerni, akik a zeneiskolában, a táncházban dolgozva már gyakorlatot is szereztek, és ismertséget is a városban. És hát már láthattuk, hogy a gyerekeket valóban megragadta az ő személyiségük, és amit át tudnak adni, úgyhogy bízom benne, hogy a 6 turnus során sok-sok gyereknek tudjuk átadni majd ezeket az élményeket. A közkedvelt Bregyó tábor megreformálását Breyer Éve alpolgármester kezdeményezte. Ahogy fogalmaz, nem gyermekmegőrzőt szerettek volna működtetni, igyekeztek színes programokat összeállítani. A díja változatlan maradt, a szociálisan rászorulók pedig ingyen élvezhetik itt a nyarat. Főként olyan családok gyermekeinek, ahol bizony a legnagyobb probléma a napi betevőnek a megkeresése, az hihetetlen nagy dolog, hogy ezeknek a gyerekeknek ilyen lehetőséget tudunk nyújtani. Illetve a másik, hogy azért irányítani kell. Tehát azt gondolom, hogy az azért ebben a korban nem feltétlenül jó, hogyha nagyon-nagyon szabadon vannak. Nekünk felnőtteknek kell helyettük gondolkodni, okosan, bölcsen, úgyhogy nagyon remélem, hogy jól érzik majd magukat. A velencei táborban már minden turnus foglalt, ám a bregyóközi napközis táborban még várják a jelentkezéseket. Azok, akik azt szeretnék, hogy gyermekük részt vegyen a napközis táborban, még jelentkezhetnek a pénzügykukac.városgondnokság.hu e-mail címen, vagy telefonszámon is az 513-485-ös számon. A Fehérvár televízióban Lukács Marietta összeállítását látták.